Sziasztok! Hát folytassuk Resident Evil 7 nem hős kiegészítőjét, immáron az ötödik résszel. Előző részben megtaláltuk a harmadik eltűnt ügynököt, aki természetesen sikeresen elhalálozott. Nagyon úgy tűnik, hogy Chris nem pályázhat az év túszmentője címre. Viszont megtaláltuk a megfelelő kulcsokat, illetve a megfelelő kulcsot, a bohóc kulcsot. Így remélem, most már el tudjuk hagyni a bányát, és közelebb tudunk jutni a célunkhoz. Azaz elfogni Lukaszt. Elméletileg élve, gyakorlatilag az nem biztos, hogy sikerülni fog. Időközben találtam egy ládikót, csak hát a hozzátartozó nyitóeszközt nem. Chris, we're showing a room located behind the shield machine. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Igen, tehát got it. Kulcsal ezt a jól képzett. Na nézzük. Viszont még mielőtt oda bemennénk, valahol kis léci. Szerintem ezt a bohóc ajtót még nem nyitottuk ki, úgyhogy nézzük meg. Remélem nem találkozunk regenerátor cimborákkal, mert... Ó, stabilizó... Stabilizátor... Lőszer... És szintén lőszer, ennyi. Van még egy piros ajtó, illetve több piros ajtó van itt. Azt még megnézzük, hát ha. A lőszerből már egész jól áll. Jól van, maradjál, kis kutyám. Hát úgy látom, ez szárva is marad. Akkor... Nagy valószínűséggel egy-két területet még nem vizsgáltam át. Közben némi gondjaim vannak, mert szeretett kölyök kutyám itt. Épp úgy döntött, hogy berágja a kezem. Úgy oda. Jó legyél! Jó, arra biztos, hogy nincs olyan ajtó, amit nem nyitottunk ki. Maradjál! Mint hallható, egy kis pukkancs egyébként. Ember nem vele foglalkozik akkor. Na nézzük. Mit? Relax, muszlán, stress, making reloading faster. Igen. Ez végül is ilyen idegnyugtatószerűség. Na, elég. Még azt megnézem, hogy esetleg itt van-e olyan bohóc ajtó, amit nem nyitottunk ki. Ott egy felkiáltójel.
Nem, itt sajnos mindenki van nyitva. Egyedül az a... Igen, ott van a láda, amit nem tudunk sajnos kinyitni. Ha minden igaz. Lehetőleg ne nyírjuk ki magunkat. Igen. Nyilvánvaló egyikkel sem fogom tudni kinyitni, úgyhogy... Vagy itt van valahol. Mert ott van egy rész, ami nincs lezárva. De inkább haladjunk. Azt hiszem, az lesz a legjobb. Szükség van. Hát ezt egyenlőre átküldjük, hogy legyen üres helyünk. És akkor nézzük, tréfás kedvű barátunk, mi jót talál ki nekünk a mai napra. Generátor lőszer. Hát, hogyha ennyi lőszert ad, akkor ott itt valami disznóság készül. Christopher, stay with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are.
slowing down, Christopher. Almost had you that time. Just how much more of this do you think you can take? You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your man. I tortured them. As if she goes. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing countdown to detonation. You hear that? Sounds like time's running out for you. Tick-tock, Christopher! Tick-tock! If you're gonna kill me, just kill me. For the love of God, shut the fuck up! Oh, I wish I could stay and watch you burn to death. But I can't. I have an elsewhere to be. Bye-bye. I'm not gonna love you, but I'm gonna be... 7. You don't want to die here. God damn it! That's Chinese. Chris, are you okay? Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Not you to Nick Hoy. Lucas Baratunk Sisi Hoy. Would Gundu Yoj to Yan Yogel Holson. És mindenféle adatokat akar átküldeni még. A társaságnak. Oké, ezt nem tudjuk nyitni. Hát te mi vagy? Vagyunk. No, onnan jöttünk. Hát
akkor nézelődjünk. Hát, ha találunk valami hasznosat. Az bizony regenerátor király. VM-002, ez nyilván valami kísérleti jószág. Két regenerátor, ura. Igen, tehát ez itt nyilván a... Lucas által kifejlesztett úgynevezett biofegyverek. Ennyi az egy regenerátor, kettő regenerátor, annyi lőszerem talán még van. Remélem nincs belőlük több. Ez mi? Igen, egy szuri. Ezt meg itt nyilván nevelünk. Na nézzük. E001 log, ez valószínűleg Evelynnek a helyzetjelentése. Egészség jó, agyilag rendben van. Ez a mutáns gomba akármi, ez normális. Sem nem sok változás, játszik a babáival, és átfordított kettő fiút Moldeddé. Hát ez a Molded, ez nyilván ezek a regenerátor és egyéb lények. Na nézzük, következő. Köhög, fáradt, némileg stresszes. Ez a gombás akármi, több mint általában. Miután ő labdázott, nagyon elfáradt, és egy fickót átváltoztatott kövér Moldeddé. Hát okosabbak lettünk. Egészség szar. Nagyilag stresszes. Ez a gombás fertőzés magas szintű. Aderbe pedig ott van, hogy gyors öregedés. Tehát így már érthető, hogy Evelyn, aki ugye gyakorlatilag egy gyerek, miért egy tolószékhez kötött nagymamaként jelenik meg. Tehát gyors öregedés. Na, teljesen váratlanul elkezdett öregedni, elveszíti a súlyát, kihullik a haja. Egyre többet kiabál és hány.
és az alagsor nagyon szennyezett. Nem találják az okát a öregedésnek, és úgy vannak vele, hogy nem ártana némi instrukció, hogy mit csináljanak. Na, utolsó, gyenge, de stabil. Nem mentálisan, eléggé padlón van, viszont stabilizálta ezt a mutáns fertőzést. Öregedés lelassult, kezd stabilabbnak tűnni némileg. Igen, ezt a nekrotoxint kapta a társaságtól. Mármint Lukasz, ez nyilván valami ellenszer. Azzal az utasítással, hogyha kikerül a lány az ellenőrzés alól, akkor használja. És még én gondoltam, hogy én vagyok a legviccesebb. Ez nyilván Lukasz barátunk egy megjegyzése. Na, nézzük, te mi vagy. Antiregenerál. Ha valami nagyon készül, hogy ennyire hossza a lőszert. Na, hát ezek szerint Evelyn, aki úgy tűnik, hogy szintén áldozata volt ennek a egész mesterkedésnek, itt élte le gyerekkorát. Nem kellemes. Na, te nézelődjünk. Hát, ha találunk még valamit. Egész pontosan egy... Oké. Ez így ebben a formátumban, azt hiszem, hogy mindent összeszedtünk. Mehetünk arra föl. És mehetünk erre föl. Kérdéses, hogy merre mehetünk. Tizenkét perccel... Igen, valószínű 12 perccel a beadás után kezdődik meg valami ilyetély jellegű átalakulás, eléggé szűkszavú. Jaj, de jó. Lőszer. Beteg vagyok ettől a Lukasz fiútól. Elvette tőlem a munkámat, a vezetőkutatót. Nem, mit gondolnak ezek? Ki vagyok én? Miért vagyok én? Igen, a Stanfordon végeztem mester mikrobiológiai képzést, és így dolgozzak egy őrült keze alatt.
igen, mert ezt a nyokkal szarakodik, harcra kényszeríti egymás ellen, teljesen felesleges boncolásokat végez, ő beteg, hát az. Ő nem tud semmit, ez a Evelyn sorozat fertőzés képességeiről jelenteni fogom a viselkedését a következő vezetőségi megbeszélésen körülbelül. Hopp. Senki mögöttünk. Kézigránát, kézigránát. Oké, tehát már itt is feltűnt, hogy Lukasz barátunkkal komoly probléma van. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy akik pénzelik az egész mutatványt, azokat nem nagyon érdekli, hogy Lukasz barátunk dir is vagy sem. Csak az eredmény, az számít. Ott pedig nagyon úgy tűnik, teljesen törvénytelenül van valaki. Ja, Lukasz. Lucas. Egyelőre még. Azt az ajtót kellene megnézni még. Tehát mielőtt meglátogatjuk a cimborát, a piros. Ajtócska. Lucas! Nyugi, nem lesz gond, még nem megyek. Igen. Megöltem a kapcsolatok összes kutatóját. Problémái támadtak, nem akartak jelenteni nekem. Behajítottam őket a ketrecbe néhány moldeddel. Teleszarták a gatyájukat, és könyörögtek az életükért. Én csak attól aggódok, hogy nem tudom majd visszatartani a nevetésem, amikor jelentét teszek erről a bal szerencsés balesetről. Lehetséges, hogy ideje megszakítani a kapcsolatot a kapcsolatokkal,
ne voglio passare gli atleno chi képes hasznosan használni ezt a Zebedin módosítót. Végül is elég szerint, de lehet, hogy igaza van. Hát, ha találunk valami hasznosat, akkor mégiscsak megúszta Lukasz barátunk. Ezt itt ki tudom nyitni, valószínűleg ez volt zárva a túloldalról. Lőszer. Hát azt hiszem, Lukasz elleni harc következő részre marad. Én megköszönöm a figyelmeteket. Addig nézzük először, mink van. Elég sok mindent nem találtunk meg. Defense Queen kell. Jó, ez még, igen. Némileg úgy is átrendezem. Hát ennyi volt, előre haladtunk, megtaláltuk Lukaszt, aki dolgok kicsit kicsúsztak a kezemből, de rendben tartom, küldöm a adatot, ezt gondolom Evelyn adat. Ez túl hosszú. Miután átment, nem tudom mit akart írni, de valószínű az, hogy lelép. Vagy kilép, vagy megszakítja a kapcsolatot. Na, hát ennyi volt. Volt egy kis harc, majdnem sikerült megint öngyilkosságot elkövetni. De végül is eljutottunk idáig. A hatodik rész valószínűleg az utolsó lesz, mikor is megküzdünk Lukasz barátunkkal. Kétlem, hogy élve sikerül megszabadulni tőle, de az majd legközelebb. Illetve még visszamegyünk, megnézzük, mit ad az láb. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem tegyétek az ellenkezőjét. Hozzászólásotok, kérdésetek, megjegyzésetek van, írjatok kommentet. Úgy érzitek, hogy érdemes a csatornám, iratkozzatok föl. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!